Szia, Bari! Halló! Szia, Bari! Szia, Bari! Ráérnél most? Mire? Hát megjöttek Debrecenbe az autók, és ebből tudnál választani ezekből az autókból. Úgy hiszem, hogy jöttek olyan autók, ami neked megfelelő lenne. Le kéne menni Debrecenbe, és akkor válogathatnám. Most nem érek rám éppen csobogó víz veled. Eszem a kis tonhal salátámat, de ha megettem, utána pont ráérek. Kevés dologtól emelkedik meg a kulzus számom, így most már attól sem, hogyha veszek egy új autót. Viszont valamiért szükségem van rá, tehát minimális időre, pár hónapra azért egy kis boldogsághormont okoz az embernek. Mikor vegyelek föl? Nem tudsz fölvenni, mert én dolgozottam. Megint elmondom, hogy valakinek dolgozni is kell. Én elintéztem, le tudsz menni, tudsz válogatni, és akkor utána majd beszélünk. De nem mondod, hogy 250 km-t fogok vezetni egyedül. Hát most egyszer, nem ér, most nem megyek veled, hát ennyi, most nem tudjuk máshogy megmondani. Ja, aha. Nem jössz velem, de meg vagy sétálni, amikor keresek egy sofőrt, meg egy dublört. Aha, értem. Eddig is a Balázs intézte a kocsiimat, én mindig csak kiválasztottam a márkát, és akkor ő megszerezte, meghozatta. Nekem maximum el kellett értem bennem, hogy bele kellett ülnöm, viszont most úgy néz ki, hogy magamra maradtam. A nagy része az az elintézésnek megtörtént. Tudom. Az a vezetés, az rád maradt. Kamu dumát, tudod nagyon, hogy utálok vezetni. Jó, mindegy. Akkor viszont elmegyek, veszek magamnak egy órát, és utána elindulok. De várj, milyen órát veszel magadnak? Hát ne órát menjél venni, hanem autót. El van intézve egy csomó nagyértékű autó otthon Debrecenben. Téged várnak, ne órát menjél nézni. Milyen órát? Hát nézd már meg a kezedben, milyen óra van. Jó, de veszek... Jó, de akkor is veszek magamnak egy szép órát, mert úgy gondolom, egy új autóhoz jár egy új óra is. Szia. Milyen helyzet? Minden oké. Veled? Köszönöm. Van egy kis fölös pénzem, el kéne költem. A legjobb helyen jársz. De csak akkor hadsz valami kérdezni. Jó? Megbeszéljük. Csücsle. Kösz. Mit van? Nekem való. Neked való? Óra vagy ékszer? Hát legyen most óra. Óra? És ugye elképzelésben, árban, dizájnban? Elegánsabb legyen most, jó? Elegánsabb. Aha. Szeretem a sportos elegáns órákat, valamint a presztízs márkákat. Az áll hozzám közel a szívemhez, az úgy dédelgeti a lelkemet. Most viszont szerettem volna egy elegánsabb órát, mert tervezem, hogy a verseny után újból az üzleti szférában bontakozok ki. Összeválogattam neked pár darabot. Jó. Több márkából. Hoztam egy kicsit sportosabbat is. Sportosan elegánsabb, kicsit elegánsabb. Ezt megmutatom, de én úgy emlékszem, hogy neked volt már egy ilyened. Igen, nekem volt egy ilyen limitált, csak eladtam. Igen. Ezt kinőttem ezt jó. A márkát, igen. De ez most megy egyébként? Ez 5.700.000 forint. Jó. Akkor ezt elfelejtjük. Ilyen teljesen fekete? Nem. Nem. Nem én vagyok. A testírusod? Jó. Ez? Nem, az túl pici túl nekem. Túl pici, ugye? Igen. Ezt meghagyom a bankároknak. Úgyis kis csuklójuk van. Nagyon fontosak a kiegészítők. Szerintem ezt nagyon sok férfi elrontja, úgymond stílustalanok, tehát mindent mindennel hordanak. Megvannak a színek, megvannak az egyéniségek, és ezt stílusba össze kell önteni. Ezt azért kevesen tudjuk Magyarországon, és egyre inkább fogyunk. Ez mennyibe kerül? Igen, egy pillanat. De most gyorsan, mire gondolt, azt oszd el négyel. Oké, figyelj, 10.400.000 forint. Nagyon szeretek vásárolni, viszont Magyarországon már kevésbé. Volt ebből problémám, hogy vettem egy drága bőrjacket, és másnap megjelent az újságban. Innentől kezdve most már nehezebben vásárolok itthon luxus termékeket. 6-8 vagy 8,5%-ot akkor elviszem, és akkor azt mondom, hogy még töltsék pohár vizet. Na? Legyen 8%. Szia, Jani! Vizu! Most értem le. De jó, időben jöttél. Világ végén vagytok. Mi a helyzet? Eredj már! De nagyon messze van. Igen? Nagyon, nagyon. Két óra alatt biztos itt voltál. Hamarabb, de akkor is sok. Na, mi a helyzet? Kéne valami autó. Sportautó. Mi legyen? Sport? Aha, nekem kicsit ilyen
szabító, tudod, már most nem vagyok jóban az asszonnyal, és... Ne viccelj már, tényleg baj van? Aha, nincs baj. Túl vagyok mindenen, tehát van egy gyönyörű gyermekem, kipróbáltam pár kapcsolatokat, voltak csinos, szép barátnőim, sajnos úgy tűnik, hogy a jelenlegi kapcsolatom zátonyra futott, tehát újból szingli életet kell élnem, és hát igazából lehet, hogy erre is születtem, hogy én mindig is egyedül éljek. Mutatok egy olyan autót, amit mostanában nem láttál. Várj, ez mi ez? Ez long? Igen, ez egy long. Nézzük már meg. Oké. Jó, ez sofőrös. Úgyis most dublőt meg sofőrt keresek. Aha. Miért nem ilyet vettem tőletek? Nem tudom. Nem mert tudom. Ez egy kancellária autó. Ja, aha, értem. Várját. Ú, de jó. Ez a fekvős. Ez az. Ez minden ülése masszázsülés. Folyamatosan gondolkodom azon, hogy újból sofőrrel fog közlekedni itt a városban. Ezért számomra kézenfekvő lenne egy ilyen autóban ülni. Mégis ugye jönnek a szürke esték, amikor egyedül van az ember, és csak úgy begurulna a városba, akár esetben egy kabrióval, vagy akár egy nagyon jó sportautóval. Úgyhogy lehet, hogy a gépparkomat növesztenem kell, és két autót kell vásárolnom. Honnan hoztad? Hátul a elfekvőből? Igen, ez most jött. Ezt néz körbe. Papa. Ez az új AMG. Ez az új kupé. Gyere, nézz szét. AMG optika? AMG optikával végig. Nézed ezt az első szárnyakat, spoilert, ezt a gyönyörű repülőgép formulát. Jó lánna nekem? Hát figyelj, itt a helyzet, itt a lehetőség, ülj bele. Nézd meg. Gyönyörű felnikkel. Tudod, nem szoktam belőle autót vásárolni. Csak ha megveszed. Ennyi. Szerencsés vagyok tényleg, hogy fiatalon minden autóban ülhettem már, amiben szerettem volna, és hál' Isten jelenleg is megtehetem, hogy abból ülök, amiben én szeretnék, viszont nagyon nehezen választok, és valahogy a stílusom mindig változik, és ezáltal a kocsikat is elég hamar cserélem. Mennyibe kerül? 21. De most én nem az utcáról jöttem, Jani. De hát én nagyon jól tudom, 21 millió. 21, kicsit koszos. Lemossuk. Aha. Hát mondom, hogy most jött. Jó, hát csak 21-ért koszos, tudod? Igen. Panorámatetős, jó. Végig panorámatetős. Aha. Megnézem a csomagtartót, hát ha néha nálam lesz a gyerek. Várjál, nyitom. Hát reméljük. Aha, mondjuk a gyerek nem fér be a csomagtartóba, de a babakocsi befér. Jó. Hát a gyerek egy hátulabb csak be tudott tenni erre a négy ülésre. Szép. Na mit szólsz? Tényleg szép. Ugye? Uh-huh. Egyébként pont jó, hogy fekete szíjas órát vettem. Nézd, igen, pont megy hozzá. Jó. Jari, okay. Intézzetek el a dolgokat, jó. Elvittem. Tök jó. Ne elég a jóból. Ilyed a pálya, apám. Köszönöm. Használd egészséget. Köszönök mindent. Sok ezer kilométer balesetmentesen. Jó, majd jövök valamikor. Ez ilyen kicsi? Ez nem kicsi. Ja, nem kicsi? Nem. Csak kupé? Ez kupé. Ez sportkupé. Tied a pálya. Hello. Ciao. Ben van a fejem a izébe, tetejébe. Szia, Jani! Csá! Ez nem férek el. Hogyan? Ben van a fejem az üvegbe. Ekkora hülye gyerek vagyok. Cipőnél is tudom a méretemet, nem kell belebújnom ahhoz, hogy később tudjam használni. Hát itt most elmértem, a látvány elragadott, és nem ültem bele előtte, sajnos az autóba. Halló? Bari! Itt vagyok, Bari, mi újság? Hallod? Vettem egy de nem ültem bele. Hogy nem ültél bele? Hát nem ültem bele, megvettem. Azt most meg belelóg a fejem a napfénytetőbe. Hát de mire gondoltál? Hát hogy érted, hogy belelóg a fejem a napfénytetőbe? Nem férek el benne. Kifizettem 20 gurigát ezért a kocsért, és nem fér el a fejem. Ha,
Most kiröhögsz? Biztos az is megoldás lenne, hogyha ledobnék 10-15 kilót és kisebb lennék, viszont a fejemet akkor se tudnám jobbról-balra behajtogatni, úgyhogy marad a nagyobb autó, és ezt a típust meghagyom a nőknek, úgyhogy szívesen ajánlom azoknak a gazdag férfiaknak, akik a barátnőknek nem tudnak mit venni, gyorsan vegyenek egy E-kupét. Direkt vettem egy szép órát, hogy beülök egy új kocsiba, erre, hallod, beültem egy női autóba. Hát, hallod, nem fér el, bal oldalt nem tudom a vállamat oldalra rakni. Aljas, te szerinted ez olyan, mint egy DVD-nél lejátszó, hogy megvettük a visszavisszük, ez nem így működik. Bari, leszom, csinálj valamit, ez az autó nekem nem kell, kiszáll. Hát az érték a dolgoknak mindig én viszont, jó, persze, visszacsinálom, semmi gond. De nem érted, Bari, nem férek el a kocsiban, hát hogyan vezessek, mint egy bal. Jó, okay. Csinálj valamit, nem érdekel, én visszaülök az a***ba, és kész. Ezt meg vigyed vissza, itt hagyom oldalt. Jó, hajdott, szedlen, rakja, visszaülök, aztán majd megyek. Jó. A szokvámról lesz a feladat. Ciao. Itt Berki, Natasa, Zselyke, édesapja. Tudjuk. A Berki. Igen. Szeretném látni a kislányomat, szeretnék vele találkozni. Tényleg? Igen. Így azért egy pár nap után így eszedbe jutott, nem? Minden nap eszembe jut a kislányom, sőt minden másodpercben eszembe jut. Csak az édesanyjával nem vagyok túl jóban. Berki, Natasa, Zselyke nagyon-nagyon hiányzik, nagyon rosszak azok a reggelek, amikor üresen látom ugye a kis ágyát. Viszont az anyjának a reklamációi nem hiányoznak egyelőre. Mikor szeretnéd őt látni? Azonnal. Hát ott nem lehet, Berki, már mint fekszünk leagudni, aztán itt nincsen mászkálás este. Aha. Mi élünk éjszakai életet. Jó, akkor megyek érte holnap. Hol vagy? Hát magul van, de holnap el akarod őt vinni? Vagy el. Ha hogy ne vinném el? Persze, hogy elviszem, az én lányom. És mi, akkor kijössz érte magadra, vagy hogy? Igen, kimegyek érte, csak jó lenne, ha nem lenné otthon. Mert meglátom, hogy mit tehetek az ügy érdekében. Jó, holnap megyek érte, és lehet, hogy nálam is alszik. Hát ezt nem hinném, Berki. Nem tud róla így gondoskodni. Majd azt én tudom. Nem, egy napra elviszed, egy napot meg tudsz oldani, leírom neked egy papírra, hogy mennyit kell lennie, hogyan kell lennie. Tudom, mennyit kell lennie, mert 180-at evett, mielőtt összevesztünk, és megnéztem a kiskönyvbe, meg fölmentem a netre, most olyan 2-10 kell lennie. Igen. Na. Úgyhogy pontosan tudom. Túl aggódja a Pamela, tehát ezt, hogy most erre figyeljek, mert arra meg mennyit eszik, zsigerből jön. Tehát ugyanúgy 3 hónap én is aktív részes vagyok a kislányunk életének, mint ahogy ő. Tehát innentől kezdve, hogy most amióta nem élünk együtt, egyértelműen én vagyok az, aki a háztartást is eltartja, úgyhogy mosok, főzök, takarítok és gyereket nevelek. Jó. Jó lenne, hogy ezt nem tudok elméletbe hajtanád végre. Na, holnap velem lesz. Megetetem, megbüfisztetem. Jó, de tudom, hogy most már megbüfüttetni, és ki kell várni azt, ameddig ő büfüzik. Ki fogom várni. Megvárod, még büfüzik. Natasa, Zselyke az enyém. Megyek érte holnap. Először mondod, hogy Natasa vagy Nati. Jó, nem kell. Berki, Natasa, Zselyke az enyém. Egyébként meg bontom a hívást, mert perzdi forgalmam van, és nagyon sokba fog kerülni a számlám. Jó van. Szép éjszakát neked. Hello. Jó.